I need to take the bit of goil back to Hermione in Moaning Myrtle's bathroom. Hello mindenkinek, Lac vagyok, és üdvözlök mindenkit a Harry Potter és a titkok kamrája 10. részében. Ebben a részben először is azzal kezdünk, hogy a 9. részben monstrótól elvett hajszálakat odaadjuk Hermionének. És akkor nagy valószínűséggel mindjárt meglátjátok, mi fog történni. Szerintem érdekes lesz. Ezt megpróbálom úgy felvenni, hogy igen, siker. Lássuk. Monstro kivonat. There you go. Rather you than me. Thanks. Ugh. Harry! Ugh, that is disgusting! Igen, erről beszéltem. Are you okay, Harry? Yeah, I'm fine. Go down to the dungeons and see if you can get into the common room. Okay. Good luck, Harry. Na igen, most kell lejutnunk a Mardekáros klubhelyiségbe. És amint látjátok, monstróként. Itt valahol rá lehet varázsolni az egyik WC-re. Húha, Mirtilles, ezzel most mit tudsz csinálni? Ez van. Itt vagyok, kész, pont. Na szóval... Most le kell jutnunk, először is ugye meg kell találnunk a... De nem számítottam, oké. Először is ugye le kell jutnunk a Mardekárosok klubhelységébe, ami a pincébe van, de szerencsére én tudom merre van. De amúgy is könnyű megtalálni, szóval. És ahogy halljátok, kicsit ilyen érdekes zene szól. Most sajnos ezzel a lassú megoldással tudunk lefelé menni, mivel hogy ha leugrok, akkor egyszerűen meghalok, hoppa. Közben itt már a mechanika rosszalkodik. Na szóval cél a pince. Mégis tök mindegy, merre megyünk. Ugye itt szoktak lenni diákok, akik árulnak kártyát. Őket, mivel hogy nem Harry vagy, Harry vagyok, vagyis hát átváltozott monstróvá. Máshogy nem tudom mondani. Ezért nem rakták ki, mivel hogy hát minek. Na igen, itt azért van segítség. Láttuk, bement oda az a Mardekáros, szóval erre van a klubhelység is. Ittni. Pure blood. What's the password? But I can use that to get into the Slytherin common room. És most rohadt lassan beszél. Nem tudom, hogy sikerült összehozni, de hát ez van. És ugye a jelszóról csak annyit, hogy tiszta vér, hát. Vagy aranyvér, ahogy a könyvbe írják. A filmben még... Nem, a könyvben még benne is van, hogy... Ó, mi is a jelszó? Ja, igen, megvan, aranyvér. Mert hogy a Mardekárosok csak aranyvérűek lehetnek. És persze kapunk egy ilyen akadálypályát itt. Oké,
Ami eléggé érdekes. Drazsékat gyorsan összeszedem. Most nem tudom, hogy mennyi fog beleférni. Remélem az egész, hogy lejutunk a Madakáros klubhelységbe. És vissza is jutunk. Mármint, hogy... amint beszéltünk Malfoy-jal, azzal a lendülettel kell visszajutnunk. Mert észrevesznek. Ah, miért nem látom a Flipindót? A francba is. Ez a harmadik meg föléled. Remek, de ha most nekem rohan... Ide gyerek, kurvány. Nem úgy gondoltam. Na igen, és akkor ezeket elintéztük, megyünk is tovább, itt ezeket meg kell fordítanunk. Elég érdekes technika. Itt ahogy látom, nincs semmi, megint kapunk egy ilyen pörgős szobát. Igen, itt az egyik mardekáros úgy gondolta, hogy vicces lesz, hogy a hidat tartó ektoplazmákat így eltünteti. Itt pedig van egy ilyen rejtett lépcső. És nekünk ugye ezt az ektoplazma golyókat kell majd vissza szereznünk valahogy. Mindjárt mutatom is, hogy hogy. Csak először ezt a ládikát. Amihez a genyó készítők nem úgy tudnak oda vezetni, hogy kapunk egy ajtót, aztán menjél utadra. Nem. Még cifrázzák azzal a dolgot, hogy nekünk kell kilökni a blokkokat, amikre ráugorva tudunk eljutni ahhoz a nyomorult ládához. És amint látjátok, itt vannak. Érdekesek. De ha így drazsi lesz, akkor én rosszul leszek. Szerencsétek. És nem tudom, mennyire látjátok, de ott a plafonba vannak ektoplazmák. Na, nekünk oda kell feljutnunk. Mégpedig itt. Van egy ilyen... lift-szerűség. Ami persze nincs összehangolva, de azért valamennyire át lehet jutni. És itt is vagyunk. Ezeket gyorsan eltüntetem. És ezt a gombot megnyomva... ektoplazma hullik le. Ezáltal újabb ilyen ektoplazma golyókat hoz létre, amin megmarad, amint látjátok már ott is van, megragad a híd. Középsőt kiütöm. Nem fog leszakadni, reméljük. Megragad a híd, és ezáltal át tudunk menni. Nagyon viccesnek gondolta magát a ház társunk. És lassan szerintem oda is érünk. Ja. Itt most a folyosó legvégén van, miért is ne? És ha nem vagyunk elég gyorsak. A francba hány doxi van? Na végre. És itt is vagyunk. Itt vagyunk? Itt vagyunk. A Madakáros klubhelységben, és amint látjátok, eléggé érdekes. A könyv szerint ez a klubhelység a tó alatt van, azért ilyen zöldes színű. Hát én nem tudom. Itt ezzel a könyves polcokat leszedjük. És itt kapunk egy ládát. Bronzkártyával. Itt pedig az ajtó mögött, ha jól tudom, van egy csoki béka. És persze, hogy elugrál, miért is ne.
Itt, ha ezeket meglökjük Flippindoval, akkor nem drazsékat dob, hanem pókokat. Lévén, hogy a Mardekár nem egy ilyen... nem a jó szívűségéről híres, ezért én már ezen meg se lepődök. Itt a szökőkút mögött is lesz egy ládánk. Kivételesen a páncélokból még mindig drazsé hullik, szóval azért semmi gond. Hello, kabocsi! Mielőtt még Malfoyt kihívjuk, azelőtt még itt van pár cucc, amit összetudunk hoppá. Nem tudom, miért nyomom meg az ugrásgombot, üsse kapics, ez van. Ez a két dolog volt. Még annyit meg tudunk csinálni, hogy ugye balra vannak a lányok, és akkor itt megfenyegetnek minket. És akkor itt lesz Malfoy. Igen, már... bocsi, a videót kihagytam, de abban Malfoynak feltűnik, hogy nem az igazi monstróval beszél. És hát... ja, itt buktunk le. Itt fönt azt hiszem van egy láda, amit még az átváltozás előtt föl... Oké, ez most komoly. Kár volt ide feljönnöm, úgy érzem. Mindegy. Most pedig, ahol bejöttünk az alatt a... hogy is mondjam... mindegy, inkább megmutatom. Itt, ahogy átjöttünk, itt átmegyek. És amint látjátok a videóba, itt változik át Harry, szóval így kell kijutnunk nekünk a Mardekáros klubhelységből. Reméljük, hogy nem vesznek észre. Itt egy... igen, ezek itt elkezdenek kiabálni. Egyre többen. Jézus! Úristen! Úristen! Kijutottunk! A következmények már persze... vagyis hát az új varázslat viszont már a következő rész témája lesz. Remélem nem haragszatok meg. Élmény volt. Na szóval. Szóval következő témában Spongify, vagyis videóba. Remélem tetszett. Ha tetszett, iratkozzatok fel, lájkoljatok, kommenteljetek. Lac voltam. Minden jót. Sziasztok.